Köszik, ja már nincs itt. De akkor megkérdezem esetleg. Nem tudom. Hát Balázs, úristen, hát köszi szépen Balázs Rédet. Micsoda meglepetés, köszi. A maci sajtokat nyilván küldtük, vagy a medve állatkákat, a maci sajtot a Skodi nem, azt nem küldtük, mert ő Skodi lenyúlja. De a medve állatkákat azt mindenképpen küldi, küld. Megkérdezek egy-két ember, Dani is, aztán hogyha vagyunk egy négyen, vagy nem tudom, akkor hogyha van kedvem el. Mert de nekem le kéne töltenem ezt a hotás cuccot. Ha megtalálom. Hát azért, tehát Dénes, tudod, mennyire nézi a saját chatjét, Kodi, szerinted ezt a chatet most nézi? Hát persze, hogy nem. Úgy lehet nyugodtan írni bármit. A kontyost miért kell követelni? Hát azt folyamat kapod. Nincs ilyen, hogy izért nem nézem, azt akkor nem kapjátok. Ja, hogy a saját csetjét nem nézi, csak a többit, mert hogy a saját csetjén tök mindegy, a többiekén viszont számít. Hát úristen, tudod mennyi kontyos van kint, Kodi? Itt ilyen több milliós kontyos trédek szoktak lenni egy-egy fogadás után. Sőt, itt írták, hogy mivel te nyerted az elsőt, Erza meg a másodikat valaki, nem is tudom hány millió kontyos nyert. Vicc az egész. Főleg majd a Demon Souls-t azt le kell töltögetnem. Igen, legalább teljesen maradhatott volna, hogy beszélgessünk, vagy valami, de hát igen, lelőtte. Ilyenkor mit szokott csinálni Kodi vajon? Hát holnap nem, mert holnap cív lesz, de holnap után, tehát csütörtökön. User joined your channel. Szia Kanti, beszélgessünk. Na szia Balázs! Ja nem azért mondtam. Hát nem tudom, csak úgy. Most érted, why not, nem tudom, mit csinálsz? Semmit. Hát akkor mi hagytad abba? Nyomattunk volna valamit, ha van kedved. Elfáradtam, elfáradok a streamelésben. Ja. Hát jó, de hát akkor streamen kívül, vagy mit tudom én, vagy úgyse. Midlife crisisban vagyok. Ja, igen, ennyi a durva. A chatem is utál. Nem is fejtem ki a többit inkább. Szerintem nem utál a chat, Kodi. De, Dank is utál. Nem hiszem. Tudom, különben. Azért, mert szeretnek, Kodi. Ez ilyen fordító dolog. Azért csinálják, ja. Mert szeretnek. Nálam azt írják állandóan, hogy sincs stream, megint abba hagyta, megint szar, ami megy, miért ez megy, mikor lesz, elkezdünk egy új játékot, és így, mikor lesz vége? Ez a kérdés.
Ja, hát... Következő nap elindítom megint. Meg új kérdés. Már vége, ma már vége lesz? Hány óra van még hátra? Ha, úgy ha, látszik, úgy ha délután esetünk. Egy órával később ment a stream, akkor már egész nap nem volt stream. Ha egy napot kimaradt, akkor sosem megy. Hát ott, hogy ez ilyen? Értem, akkor... akkor hát híresség vagy, tűrni kell, ilyen. Tűrni kell, Kodi, igen. Hát jó csinálod, mert nem olvasod-e, nem? Mondjuk, ja. Aztán megtalálnak mindenhol. Discordon, privát üzenetben, Dénes az itt ugrál az ablak alatt, hogy miért nincs stream. Mi? Privát üzenet? Hát de le van neked offline-olva a stream, meg minden, nem? Hát, de, ja. Igaz. Hát igyekszem akkor. Elbújni a nyilvánosság előtt, de nem mindig sikerül. Hát persze, a tévében lát, mutatod magad, de minek? Vagy ennekről nem akarsz beszélni? Tényleg, Kodi. Hogy bírod ezeket? Vagy hogy vállalod el egyáltalán? Sok pénzt adnak, vagy mi? Mit? Hát, hogy tévébe szereplésért, vagy nem tudom. Múltkor is láttam azt, amit kirak... Hát nem tudom, most hát többször is voltál már. Ja, most láttam legutóbb, és így... Láttam legutóbb, és így hát így mondtál egy-két szót, és így ennyi volt, de hát... Úgy éreztem rajtad, hogy ez egy kicsit azért cringe neked is. Mi? Melyik? Nem volt az? Melyik volt? Nem tudom, ott legutóbb, sőt, ott valami olyasmi volt, amikor volt egy bejátszás, és így azért, hogy jött a fater, azt azért Samu kalapáccsal lecsapta a tévét. Volt egy ilyen bejátszás. Ja, nem, és akkor ott mondtad is, cringe-nek egyáltalán. És akkor ott mondtad is, hogy hát valószínűleg ez megrendezett, hát én meg fogom a fejem, hát nyilván az bazd meg, hát ki a faszom megy oda a Samu kalapáccsal lecsapni a tévét. Ja, jó, igen. De maga a téma, na, csak egy példa volt. Meg amit ott beszélgettünk, szerintem az jó volt, meg a... Igen. Nem gondoltál, még, hogy, nem gondoltál még, hogy egyébként a készítőket egyébként egyáltalán nem érdekli ez az egész, csak azért csinálják, mert hogy legyen valami. Mármint az interjúztató, tehát akik igen, csinálják igen, az sorot. Igen. Nem. Nem, mert amikor, meg a másik, hogy nem kötelezően őket kell, hogy érdekelje, hanem a nézőket. Ja, és gondolt, hogy a nézők megnézik. Persze. És ja, a tévé volt, olyan láttál helyen, valami statisztikát erről, vagy valami? Nem, de azért a tévé az olyan hely, amit általában a te cseted, meg az én csetem nem tudom, hogy ki nézi tévét. Ezért mondom, hogy akkor te nem olyanok nézik, hát akiket érdekel, nem? Az a közönség, aki nem, tehát aki nem ismeri ezt a szubkultúrát, vagy mit tudom én, azoknak szól ez. És gondolod, hogy azoknak ez jó? Anyukáknak. Persze, hogy jó. Szerintem ott érdekes témákról beszéltünk. Szerintem igen. Szerintem ez tényleg jó. Jó volt a téma, de most, inkább átkapcsoltam a jóslásra. Jézus. Ja nem, csak ilyenkor csetet nézem, amikor átnézek balra és vissza. Mert balra van a cset nekem, most akkor hogy sokszor van, hogy ott, most komolyan mondom, tehát hogy sokszor van, hogy oda nézek balra és akkor vissza. Hogyha az volt. Az volt, kell igen. Szerintem ennek van értelme. Van és értelme. Most és tényleg úgy gondolod, hogy azok az emberek, akik ezeket így nézik, azokat így ez érdekli? Nem ez a lényeg, hogy tehát biztos, hogy nem azért ülnek le, hogy jaj, végre izéről ja, van. Ja, hát nem azért, de hát most érted. Hanem nézik a tévét, amiből folyik az sok szar, és akkor most ez is folyad belőle, ami szerintem olyan szempontból jó, hogy legalább látják azt, hogy mivel foglalkozik sok fiatal mostanában. Fiatal, ugye, itt nem rám gondolok. Na jó, de full téves az info, nem? Nem volt téves. Jó, nem akkor nem full téves, de hát nem úgy van azért, mint ahogy ott elmondjátok. Az nagyon, nagyon felületes, meg nagyon ilyen izé. Persze, ez tény, hogy nagyon felületes, és tény, hogy... Ez olyan, mint amikor na megkérdezi valaki, hogy mi a foci, és akkor azt mondja, hát rúgdostok egy labdát, azt így be kell rúgni a kapuba, hogy nem tudom. Hát értem szerint, de nem mondhatod el azt, hogy a, mit tudom én, milyen védelem az, hogy működik, mert annyira meg nem értenek úgyse hozzá. Tehát ennek direkt ilyen felületes szerintem. Azért, hogy lehessen látni azoknak, akik... Na jó, de én pont ezért mondom, hogy szerintem így meg aztán most így, nem tudom, érdekel bárkit. Most azt mondta, hogy igen, de ez most csak egy ilyen költői kérdés. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát... Ezt lehet, hogy nem. De hát most érted, nem állt nekem semmiből elmenni, beszélgetni egy kicsit. És mondom, én jól éreztem magam. Tehát jól éreztem magam. Hát a beszélgető partnerek is jók voltak. Mert én hát... Ez lehet, hogy ilyen bunkó hangzik, vagy akármi, de én nem szívesen mennék el. Azért, mert tévé, vagy azért, mert szar a műsor? Hát, egyrészt a tévé a szar, de lehet, hogy a műsor miatt is. Nem tudom, nekem ez ilyen kicsit így... Ez nekem olyan, mint hogyha így olyan embernek kéne így beszélget, vagy olyan emberrel beszélgetek, olyan embereknek, akik
akiket nem feltétlenül érdekel ez az egész, és így úgy érzem, hogy így nem tudom, ilyen meh. Érted, amit mondok? Én folyamatosan ezt érzem, amikor streamelek. Ja. Azt faszol. De nem, a chat az nem olyan azért, mert ott a chaten legalább azt látod, hogy nem tudom, van valami kis közösség ugye nyilván kialakult, az, ugyanazok vannak ilyen, hogy mondod ezt, regulárok, vagy nem tudom, tehát hogy érted? Ja, akikkel ja, minden nap beszélsz, és akkor ha más nem, akkor meg a többiek megérted, fizetnek. Kint van a Facebookon, azért, hogyha meg akarjátok nézni. Igen. Szóval... ez az utca, amit én mondtam. Megnézhetitek az adást. Interneten is fenn van. Igen. Például Ádám minden hónapban fizet, hogy a kamu barátom legyen. Na, hát ez tök jó. Bárcsak nekem is lenne kamu barátom. Nincs se téve, se Facebookom. Hát nem azt mondtam, de hát most mit mondjak, érted? Hát most mondhatnám itt azt, hogy mit tudom én. Olyan jó beszélgetés indult különben, mielőtt elkezdtük a streamet, a hot top streamekről, hogy azt kellene visszahozni. Erzát. Ja, Erzával lehet beszélgetni ezekről. Csak mondja, semmit nem kell csinálni. Én akartam Erzát izébe hívni podcastre, vagy ilyen talk show, hát igazából úgy volt ez, hogy nem podcastet akartam, hanem csak simán ilyen délutáni beszélgetést Erzával. Hát nem podcast, hanem csak följövök TS-re amúgy is, aztán nem tudom, Erza fönn van, azt akkor így beszélgetünk így mindenről, nem tudom. A podcast az túl kötött. Ott így témákat akarsz, meg... tudom én, kérdezgeted a másikat, mint hogyha valami műsor lenne. De lehet ilyen kötetlen beszélgetés is a podcast. Hát lehet ja. Az, hogy... hát én mindig azt preferáltam jobban. De Andort is kérdeztem, amúgy. Mert Andor is olyan, mint Erza kicsit, hogy így kérdezgeted, és akkor elmesél így az életét. Meg, mit gondol mindenről. Mert Andor az ki? Okhagyma. Vagy, aha, igen. Vagy nem tudom, mi volt még. Ja. Little Omar. Igen. Igen. Ja. Mi sokkolt? Mit sokkolt? Nem tudom, mit csinál Andor. Magyar e-sport helyzete? Hát ott az gyorsan vége van, mert nincs. Hát... akkor ugyanolyan, mint 5 éve. Sőt. Ugyanolyan, mint amikor Cody Quake-lanra járt, vagy izére. Minek hívták azt? Quake-lanra. Nem Quake-lanra, de az, Earthquake. Tönkretettem a magyar csészint. Ez van. Fogadjátok el! Bence, nagyon éles a szemed. Neked már nem kell műtét. De mi? Hát most komolyan. Hát most milyen helyzet van, Kodi? A legnagyobb helyzet az, hogy MNLB-n ilyen Warzone lesz, már PUBG sincs, hanem Warzone lesz, meg Valorant, meg mit tudom én, és így azt is, most az e-sport festem, vagy ez nem az, ez az e-sport fest, hogy mi a tökömön volt valami? Nem tudom, nem követtem annyira. Az alapból az egészet úgy érzem, hogy konkrétan ezeken az e-sport veszte, meg Playten szervezik meg ezeket, hogy spóroljanak rajta, vagy így valaki eltegyen egy kis pénzt. Nem? Nincs ilyen? Ez részben így van, igen. Igen. Mert azért, mert LAN-t szervezni nagyon nem éri meg. Tehát az így... hát, most ez arról szól, hogy megéri-e, vagy az, hogy jó legyen? Hát annak, aki csinálja, értelmszerűen arról szól, hogy megérje, mert különben nem fogja csinálni, mert nincs... Na jó, de hogyha, hát, hogyha jól csinálsz, befektetsz és jól csinálsz, akkor később visszajön az a pénz, vagy visszajöhet, ha jól csinálod, nem? Hát hogyne. De hát a magyar piac ugye azért az nem elég arra, hogy itt azért csévesények legyenek. Nem, hát ez egy... Ez egy ördögi kör, azt mondod. Nem, szar az egész, igen. Hát de mi az, hogy kispiac vagyunk? Hát kispiac vagyunk, de ha jó rendezvényeket szerveznek, akkor külföldről is idejönnek, hogyha olyan, hogy csinálnak mert itt. Egy különben nem jönnek ide, kettő még nem abból van a bevétel. Hogy dehogy nem, hát olcsó ország Magyarország, érte, tehát mennyi 100 forintból megvesznek mindent a külföldiek.
Hát az oké. Okay. Gondol, köszi szépen a 4 évet, ami Kodinál 27 nap, vagy nem tudom. Mit nem jönnek? Nem, és mi? És hogyha ide jön egy külföldi csapat, akkor mi lesz? Nem egy külföldi csapat, egy külföldi rendezvényt idehoznak, mert érted, látják a színvonal, nem volt, mi volt, tehát most mi a V4, ami V5 lesz jövőre, vagy mennyi lesz? Hát nem. Jó, az ott nem, is mi volt? Az nem külföldi rendezvény, de külföldi csapatokat hoztak be. De nem tudsz más, hát most... Nem. Ott volt a VR-os PUBG verseny, az megérte? Biztos, hogy nem. Mit nem? Hát azóta is nem érte meg. Nem, én nem. Azóta is mindenki azt mondja, hogy az volt a legjobb. Az oké, okay, de az, hogy akkor jó, mit nem érte valami... meg? Miért gondolsz, miért nem csinált a VR? Hát jó. Hát ott lehetett hallani dolgokról, hogy mik voltak. Most én nem tudom visszamondani pontosan, én is csak hallottam dolgokat, vagy mondjam. Nem tudom. Én nem tudom, miért nem csináltak úgy újat. Hát, mert hogy... úgy értem, hogy mondjam, hogy miket hallottam. Hát most ez olyan, hogy most mondhatom, hogy miket hallottam, nem tudom, hogy volt. Jó, de lényeg az, hogy nem lett több, és azért nem lett több, mert egyszerűen nem éri meg. Nem feltétlen szerint... azért. Jó. Hát, hogyha nem akarnak, alapvetően nem akarnak rendezvény szervezése foglalkozni, akkor például az is lehet. Igen. Én úgy tudom, hogy például ez is volt, hogy nem akarnak ezzel foglalkozni, meg olyat is hallottam, hogy akik ezzel foglalkoznak, már úgy egyébként, azok azt mondták, hogy ez nem volt jó. Mármint és elment a kedvük. Nem volt jó. Igen, a szervezés nem volt jó, és igazából volt valami ilyesmi, hogy elment a kedvük tőle, el is ment a kedvük, ugye. Mert a szervezőknek volt az a tapasztalat, hogy nem volt jó ezt megszervezni. Nem. Hanem más, a játékosoknak volt az, nem, hogy... más szervezőknek volt az a véleményük, hogy ez nem volt olyan jó szervezés. És csináltak helyette jobbat, vagy? Nem csináltak helyette jobbat. Hát akkor meg persze jó, akkor meg... Na hát, de ez még jobban elvette a kedvüket. Alapból se akartak ezzel foglalkozni, hát az... nyilván, de hogyha meg egy ilyet hallasz máshonnan, akkor értem, akik ezzel foglalkoznak. Pont, hogyha egy komoly ember vagy, akkor nem az határozza meg az üzleti vállalkozásaidat. Hát nem, de most mondtam, hogy nyilván ez még pluszba is, érted, egy olyan dolog volt, hogy hát most értem. Hát ne, szerintem nem ez volt az elsőleges dolog. Mindegy, hát valószínűleg az, hogy nem akarnak ezzel foglalkozni. Persze, ez túl sok szopás, túl kevés pénz. Ez kész, ez így van. Tehát az a baj, hogy mi csináltunk ilyet, tehát a backupok azok... Igen, amit Dénes ír, ez is benne volt, ja. Ja. Ja, valami ilyesmi volt csirom úgy, hogy a konkurens szervezők beléjük álltak egy kicsit, ja. De nem tudom visszamondani, hogy ez csak ilyen pletykászerűen tudom mondani nyilván. Na, az fasz az irony. Szóval érted, most hogyha ha nem akarnak ezzel foglalkozni, akkor még hogyha pénzügyileg megéri is, akkor miért csinálják? Tehát nyilván nem tudom, hogy megéri nekik pénzügyileg, de miért csinálják, hogyha nem akarják? Mert azért nem megéri? Hát nézd, sok ember elmegy dolgozni azért, mert nem szereti, de pénzügyileg megéri. Ez ilyen. Hát értem, jó, de szóval, én nem érzem úgy, hogy nincs szükség. Tehát nem úgy érzem, hogy nekik szükségük lenne, hogyha pénzt ez is behoznak. De ez is igaz. Ez is tök igaz, hogy hát az biztos, hogy amit Dénes pénzügyileg... írt. Tehát azzal a technikával, meg amilyen szervezés volt, olyat még senki nem csinált Magyarországon. És annyira jó is volt. Mármint, tehát az egész szervezésbe nem lehet mondani hibát. Tehát nem volt késés, mindenkinek megvolt az, hogy mit csináljon, mikor. A legnagyobb hiba a szervezésbe, az egészbe, az, hogy a PUBG-be, ami éppen akkor jött ki, az egyik pályát újra kellett indítani. Ez volt a legnagyobb hiba az egész szervezésbe. Ja. De mindenki jót mondott, tehát én nem hallottam rosszat erről a rendezvényről, nem voltam ott mondjuk. De nem hallottam rosszat egyáltalán. Ja, most beszélgetünk, Sziker, jó? Te meg kopasz vagy. Hát de mi kajak, érted? Most, hogyha egy olyan rendezvényt szerveznének, akkor azért lenne színvonal. Ehelyett olyan PUBG MNLB-n voltunk, Kodi, ahol az adminok, vagy nem tudom, tehát az admin szervezők konkrétan próbálták kikérni a játékosok véleményét, majd nem fogadták meg, és össze-vissza voltak a szabályok irkálva. Hétről hétre.
az offline LAN-ról meg ugye ne is beszéljünk. Na ja. És ez még csak, ezért mondom ezt, mert ugye ez még nem is csak a szervezés, tehát mármint úgy értem, hogy ez nem, tehát ez... Jó, de mindegy, ennek igazából nincs olyan szempontból jelentősége, hogy most megéri el LAN-t szervezni, vagy sem, mert nem éri meg, tehát ez ennyi. Minden attól függ a LAN szervezésben, hogy milyen szponzor szerzel. Hogyha szerz egy olyan szponzort, aki teletöm pénzzel, akkor megéri. Nem, és olyan, de ez azért is van, mert faszlámák a szponzorok, meg a szervezők is. Hát ilyen megyék ligája, meg ilyeneket csinálnak ilyen tévés influencerekkel, hát mi az a szar? De látod, az meg létrejön azért, mert arra meg van pénz, tehát hogyha adnak hát rá pénzt, hát hiába jön, létre, hogyha szar. Hát... Nem tudom, mit akarsz ezzel mondani. Hát hogyha ilyet csinálnak, akkor legalább csinálhatnák olyan emberekkel, akik értenek hozzá, azt elmondják, hogy ezt nem így kell csinálni. De tudod, te is nagyon jó, hogy ez úgy működik, hogy van valakinek pénze, itt igen, most ennél a megyék bizbasznál, és akkor megkérdez valakit, ez állami pénz volt, megkérnek valakit, aki értelemszerűen... Aki gyökér. Hát aki jelen pillanatban lehet, hogy gyökér volt, és nem csinálta meg jól ezt a versenyt, az, hogy a koncepció egy elcsúszott, de tök mindegy, mert az határozza meg, aki a pénzt adja erre az egészre, hogy milyen legyen. Na jó, de hogyha egy olyan embert kér meg, aki gyökér, de annak a gyökérnek van annyi, hogy megkérdez egy olyan embert, aki viszont nem gyökér, akkor már jó. De tök mindegy, mert látjuk, hogy nem volt ez, úgyhogy így tök felesleges erről vitatkozni. A lényeg az, hogy ott volt. Tehát csak annyit akarok mondani. Na jó, de ilyen alapon mindig egy gyökér lesz megkérdezve, mert azok vannak nem, ott. Nem. Azért elég specifikus gyökereket kérdeztek meg. Tehát lehet, igen, Magyarországon van olyan rendezvényszervező csapat, aki tudna jól csinálni. Ebben biztos vagyok, de ezt bizonyították többen is. Bizonyították a VR-osok is, a War Room is bizonyította, akik ugye a izénél csináltak egy csomó mindent, a V4-nél. A V4 jó volt. Persze, hogy jó volt. Én szerintem a V4 nagyon szuper volt. Oké. Okay. Az más dolog, hogy annyi pénzből lehet, okay, hogy lehetett volna jobban. Oké. Okay. Hát, mutatjuk, hogy nem volt vele baj, csak hát amennyi pénz volt rá, ahhoz képest szakadt. Hát így mondom. Igen, de azt érted, hogy ez nem a szervezőkön múlott. Tehát ez nem, mert itt jó, egy része igen. De nem azokon, akik konkrétan a kábeleket csinálták, a közvetítést összehozták. Ja, hát az eddig se volt gond. De Konti, akkor nem figyelsz arra, amit mondok. Tehát akkor én annyit mondtam, és azért hoztam fel a V4-et példának, hogy van olyan csapat, aki tudna jó rendezvényt szervezni. De ez nem rendezvényszervezés, az, hogy a kábelek, meg a gépek normálisak, meg a TV. Akkor az micsoda, Konti? Hát az mi? Az maximum, az rendezvény... Jó, hát mondhatjuk rendezvényszervezéshez. Hát ez, de az... Igen? Ez az. Tehát az. Most akkor még egyszer elmondom. Tehát ha van... Tehát ugye az volt az eredeti felvetésed, hogy gyökereket kérnek meg azok az emberek, akik... Igen, de itt már a szervezésnek az alapjaival is gond van, tehát hogyha nincsen hajlandóság arra, hogy játszanak azok, akik egyébként e-sportolnának, akkor már alapjaiban bukik meg az egész, hiába jók a gépek, a kábelezés, meg a műsor, ami egyébként nem jó, de nem rossz. Jó, csak akkor döntsük el, miről beszéljünk, Konti. Hát de mind a kettő hozzátartozik. Nincsen izéje, de mind a kettő hozzátartozik. Nincsen szín, akinek lehetne versenyt szervezni? Hát lenne, csak nem akarnak versenyezni. Azok versenyeznek, akik eddig is versenyeztek, azok nyerik meg, mert más nem akar versenyezni. Nem. Bárki, tehát hogy mondjam, ha van egy verseny, arra bárki ugye kvalifikálhatja magát. Értemszerűen ez nem úgy működik, hogy na, nekem van kedvem versenyezni, akkor elmegyek a V4-re, meg kurvára nem fogod kvalifikálni magát, mert van olyan csapat, akik már 5 éve ezt a szarjátékot nyomják, és nem fogsz tudni bekerülni. Tehát tök mindegy, hogy mit akar, ki mit akar, hogyha nem tudja kvalifikálni magát, akkor baszhatja. Tehát ez ilyen. Tehát ez úgy működik, Kodi, hogy azok indulnak el ezeken a versenyeken, akik már 5 éve játszanak. Így van, mert nekik van esélyük megnyerni, ez teljesen. Igen, de ezért nincsen hajlandóság másrészt. Mert nagy meló lenne azt az 5 év lemaradást behozni. Ezért tartott a magyar szín, ahol tart. Igen. Hát ez az, de mivel nincsenek normális versenyek, ezért nem is fognak, senki nem akar elkezdeni versenyezgetni. Ez különben nem teljesen igaz, mert hogy ki akarna elkezdeni versenyezgetni, rengeteg olyan online verseny van, ahol lehetne indulni. Más kérdés, hogy jelen pillanatban... Mi Magyarországon online verseny?
online versenynek nem kell Magyarországon lennie, pont ez a lényeg. Ja, hát oké, de hát és ez olyan dolog, hogy akkor meg olyan, olyan ellenfelek ellen versenyzel, akik szintén ezt csinálják, csak külföldön. Ott meg van, van lehetőség ezerféle több. Így van, így tudsz fejlődni. Ezért lenne jó, hogyha sokan csinálnak. Ez az a probléma a Csével. Na jó, de Magyarországon ezt nem tudod csinálni, mert nem kapsz érte semmit. Csak ha nyersz. Igen, egyértelmű. Tehát akkor hogy versz meg egy olyan külföldi bárkit, aki ezt csinálja tizen akárhány órában, is kap mellé pénzt? Hát értem, szóval nehezen. Hát ezt mondom, igen. Tehát ezt úgy tudod behozni, hogyha Magyarországon csinálsz, igen, az ország keretein belül csinálsz olyan versenyeket, ahol esetleg tudsz valamit látod, kezdeni magaddal. Meg nem indulnak el a kis csapatok, mert hát igen, mert évi egy rendezvény van. Igen, de az egyetlen lehetőség az az lenne, hogy valaki összeszedi a tökeit, és elmegy ezekre a versenyre, és szépen kigyúrja magát, és akkor majd egy idő után lesz konkurenciája a magyar top csapatoknak. De hogyha nem, hogyha valaki nem veszi a fáradtságot, és arra vár, hogy azek nekem nem fizetnek, akkor nem fogok csézni, akkor meg vagyunk lőve, és ugyanott leszünk, ahol eddig. Hát indulni, akkor rosszul mondtam szetet. Tehát indulni akarnának, de hogyha évi egy verseny van, amire összegyűjtik mondom, azok a nem játékosok kell magyar versenyre indulni. Oké, de azon meg nem tudnak nyerni, érted? Akkor az nekik oké, nincsen nem is elég kell, időbe. Fejlődni kell. Jó, de ahhoz, hogy fejlődj, ahhoz meg befektetett idő kell. Így van, ez az, amit mondtam neked, hogyha arra vársz, hogy majd valaki fizet neked, hogy te csészzél, akkor buktad, akkor nem leszel jó, mert kevés olyan ember van. Jó, de hogyha nincsen pénzed, akkor nincs időd. Ha van időd rá, akkor meg nincs pénzed. Igen, ez a probléma. Na hát akkor hogy oldod meg? Hát úgy, ahogy mi is megoldottuk, hogy leszadjuk az egyetemet, és elmegyünk, csészünk egész nap. És akkor van idő, a szüleid addig eltartanak. Ja. Hát ez az egy dolog, igen. Ami van, mondom. Tehát nincs más opció. Mert a másik lehetőség az kell lenne... Értenem, Kodival, sajnos. Másik, ez szomorú. A másik lehetőség az lenne, hogyha valaki fektetne pénzt ebbe, de hát ez egy feneketlen kút, amiben öntheted a pénzt. Most a szüleid kedvesek annyira, hogy azt mondják, hogy jól van, akkor Balázs. Hát ez nem megoldás, ez az egyénnek megoldás, de az a baj, hogy ez nem egy rossz, vagy nem egy jó példa, mert hát most, érted? Hát nem az lényeg, hogy jó példa legyen, ez a realitás, én azt mondom. Ja igen, tehát ezt most így a chatnek mondtam, tehát hogy ezzel nem tudsz mit csinálni, tényleg ez van. Hogyha így, ha így jó akarsz lenni, akkor idő kell, hogyha ha időt fektesz be, akkor nem lesz időd másra. Az a baj, hogy akkor is viszont tehát azt kell csinálni, amit Kodi mondott, tehát, hogy nem szabad Magyarországba gondolkodni. Egyébként, és most így reflektálva vissza Kodi, erre azt tudom mondani, hogy ez meg ugye megköti még a magyar versenyeket is, mert hogyha viszont meg ezt csinálod, akkor meg előbb mész ki külföldre, mert akkor nagyobb esélyed van bármibe. Tehát akkor ugyanúgy nem lesz itt Magyarországon semmi. Mert hogyha te a időt fektetsz bele, és külföldi versenyeken indulsz, esetleg online, és ott esetleg belefektettél annyi időt, hogy mondjuk bármilyen sikered legyen, akkor inkább külföldön kell próbálkoznod, mint itthon. Ja, igen. Tehát akkor itthon megint nem marad semmi. Hát, majd lehetne, de az a... Jó, de az olyan kell, hogy akkor meg, tehát nem, azok nem fognak itt maradni. Akik ki tudnak törni annyira, azok nem fognak, nem, tehát vagyis hát lehet itt maradnak, de ennek nincs értelme. Különben igen, mi fog, igen, a gyereket a szülők finanszírozzák. Jó, az a csak baj, egy sokkal jobban támogatott sportban már ezt nem tudom, még diák éveid alatt meg tudod csinálni, hogy eljuss egy olyan szintre, hogy utána már nem feltétlen kell. Hát nyilván a szüleid támogathatnak, de érted, tehát most... Meg ez nem egy olyan dolog, hogy mit tudom, hogy sportolsz, és akkor mellette tudsz rendesen... Most hát nyilván meg lehet oldani itt is. Én úgy érzem, hogy jelenleg... De jelenleg e-sportban, hogyha jó akarsz lenni, nem tudom, a sokkal-sokkal többszörösét kell gyakorolnod, mint egy rendes sportban. De ez mondjuk lehet nem igaz, úgyhogy ezt nem feltétlen fogjátok meg. Amúgy szerintem igaz. Hát azért mondtam, mert szerintem is nyilván. Tehát, hogy már csak hogyha... Ja. Hát csak a tök objektíven nézve, nem azért, mert hogy mi is játszunk dolgokkal, de hogy ugye focizni, akkor tudsz focizni, hogyha lemész a pályára és focizol. Nézni akkor tudsz, amikor egy gép előtt ülsz. Ez bárkinek megadatik, hát jó, nem bárkinek, de szóval sokkal könnyebb előtte. Ugye úszni meg végképp, tehát például vízilabdázni csak úgy tudsz, hogyha egy medencében vagy. Otthon azért ez kicsit nehezebb reprodukálni. A számítógépet meg azért könnyebb. Ezért értem szerint, akik sokat nyomják,
vagy de szerintem mindenhol többet kell játszani, többet kell edzened e-sportolóként, mert tehát, igen, tehát nincs az, hogy amit most azért, mert nincsenek megkötések, igen, nincs, hogy neked be kell menned. És hogyha valaki mondjuk, valaki mondjuk többet foglalkozik vele, akkor neked még akkor többet kell idézőjelbe, és akkor lemaradtál. Ja. És ezért van az, hogy nem nagyon tudsz mellette semmi más csinálni. Hát szerintem én már nagyon régóta azon vagyok, hogyha itt a sportot mondjuk, hogy szerintem az e-sportot feleslegesít. Mert ez, vannak olyanok, akiknek szent küldetésük, hogy az e-sport sport legyen. És így kit érdekel, még kéne sportnak lenni, ez e-sport. Ja, lehetne számítógépezésnek hívni, hogy bárminek az tökény. Szerintem, hogy e-sport, így miért kell sportnak hívni? Nem, és szeretnék az emberek kategorizálni. Valakinek ez szent küldetése, hogy legyen az olimpián, meg hogy hívják sportnak, így kit érdekel, minek hívják, így valaki úgyis izének hívja, így kompjúterezés, meg videójátékozás. Én már azon is izé vagyok, hogy videójátékoznak. Hát, ki mondja azt, hogy videójátékoznak, vagy videójátékoznak? Annak mondanak, akinek halvány gőze sincs, azt megértse. Ez olyan, mint amikor azt mondtam, hogy izé vagyok online tartalomgyártó. Akkor megkérdezték, hogy mondjuk mit csinálok, és na jó, de én ezt mondtam Sziker, hogyha Magyarországon jó is vagy, akkor külföldön fogsz játszani, mert tehát az többszörösét megkeresed, és még jobb leszel. Most, hogyha Sziker jó példa erre, ugye ő rögtön elment milyen külföldi csapatba, amit lehetett, nem Sziki? És ott adtak pénzt is. Adtak pénzt különben? Adtak pénzt, vagy csak beszopadtak? Mi volt? Kapott egy kamukupát, azt leszopadták. Áj, az a baj különben, hogy ez... Konti, szerintem te nagyon jól videójátékozol, külföldön se imádom, ahogy nyomkodod a számítót. Ugye? Ott is beszopatnak. Nekünk is volt ilyen sztorink. Külföldi multigaming. Nagyon jó lett. Ugyanígy beszopadtak. Hát de jó, Vizi Csacsi, meg Death Fox is jó példa erre, meg még van egy pár egyébként, pár külföldi játékosunk, akiknek a neve kevésbé ismert, de ettől függetlenül egyébként nemzetközi csapatokba játszanak. Ja. Ja, de különben ugyanoda lyukodunk ki, hogyha valaki ezt akarja csinálni, akkor el kell kezdeni online versenyeken, és nem a magyar helyzet támaszkodva csinálni, tehát minden lehetőség adott. Tehát tényleg minden lehetőség. Akinek van számítógép otthon, az már igazából lehet. Na jó, de akkor a magyar helyzet, akkor azt mondhatjuk, hogy nem létezik még mindig. Nem igazán létezik, igen. Tehát ez kétségtelen. Kétségtelen, és ez nem is hiszem, hogy nagyon jobb lesz. Tehát most ugye próbál, tehát igen, azzal... Most azért is jó, mert te mondjuk benne vagy a honvédes tuszban, meg amit tudom én, annak szerinted mennyire van esélye bármiben fejleszteni ezt az egészet? Hogyha nem tudom, nem vagy benne, vagy még nem vagy benne? Benne vagyok valamennyire, de nem ez fogja a megváltást hozni, az biztos. Tehát ja, hát nem is azt mondtam, hogy ez megváltást hoz. A utánpótlás izéje az... Hát pedig azt kéne keresni, hogy mi az, ami megoldhatja ezt a... Hogy hívják ott? Én szerintem különben lassan halad Magyarország, mert azért jóval többen játszanak, szép lassan azért kitermeltünk Death Foxot, meg van most Torzsi, mert mondom, én csak a csére látok rá igazán. Szóval ezek azért tök jó dolgok. Na jó, de ezek csak játékosok, érted? Hát, igen. Amint nem azt mondom, hogy ez baj, vagy akármi. Igen, ahhoz jóval nagyobb izén kéne. Mert én úgy látom, hogy egyébként játékosok lennének, csak akinek meg van annyi, nem is tudom, hogy mondjam. Van benne annyi kitartás, meg fegyelem, hogy csinálja ezt, az inkább úgy gondolja, hogy máshoz több fegyelme van, meg több kitartása, amiből több pénzt csinál, és inkább azt csinálja. Igen. Tehát én ismertem sok olyan játékost, aki kevés munkával, tehát kevés játékkal így kurva jó volt, és így, hogyha így foglalkozott volna vele, akkor konkrétan így volt volna, de inkább így azt mondta, hogy hát inkább csinál mást, azt megkeresi a törösét. Azt utána több szabad ideje is van. Ja. Igen, ez biztos, hogy de különben, hogyha külföldön körbenézel, azért ott sem az van, hogy e-sportolónak lenni az akkor mindenkinek a vágya. Csak azzal mondjuk, hogy el lehet lenni. Tehát
hogy mondjam, ha már külföldön lehet, hogy van egy, de mondjuk tök őszintén nem vagyok képbe, hogy mennyivel van több fizetett csapat külföldön, mint Magyarországon. Hát északon biztos sokkal több van, de feltétlenül azt kell nézni. Szerintem... Hát meg az oroszoknál is sok van, de... hát jó, de itt akkor környékünkön azért valószínűleg több van. A lengyeleknél is van. Hát, már, hogyha már csak egyet nézel. Hát ha már csak egy csapatot nézel ország. Hát ha már csak egy csapatot nézel országon. De nézzük az... mondjuk, mi van a cseheknél, vagy a horvátoknál, vagy románoknál. Nincs, ők is kb. Ugyanott vannak. Hát nem tudom, nekünk van bármilyen játékba csapat? Tehát bármilyen. Amire hát, azt mondom. Csében most a Budapest 5 ez nem olyan rossz. Ők egyáltalán nem teljesítenek rosszul. Sőt, az elmúlt időszakban... Na jó, milyen tírbe sorolnád őket mondjuk, csak hogy kategorizáljuk. Mindegy, nem hát, tier 3. Na jó, akkor mondjuk van egy csapatunk tier 3-ban. De a tier 3 az azért nem rossz. Nem azt mondtam, hogy rossz. Top, jó, csak hogy... mennyi? Top 100 csapat. Na jó, de akkor érted most, hogyha összehasonlításképpen akarod, akkor a környező országokban is egy tier 3-at kell hoznod ahhoz, hogy egál legyen. Az a baj, igen, nem értek ezt. Tehát ezt jobban körbe kéne nézni. Reborn, az van, hogy a mentalitás az egy dolog, de külföldön is ugyanez a mentalitás van, ugyanez a játék, amivel játszanak, ugyanennyi csaló van, tehát itt nem hiszem, hogy ez a fő baj. A fő baj az szerint, amit Conti mondott, hogy bárki, aki egy kicsit intelligensebb, és mondjuk képes lenne mondjuk egy irányítói posztra, vagy összefogni egy csapatot, vagy felfogni azt, hogy nem csak lőni kell a játékban, azok már azt is fel tudják fogni, hogy elvégez egy egyetemet, kimegy külföldre, azt megkeresse az ötszörösét. Igen, igen. Igen. Ez erre Kodi válaszol, én gyors hozok vitet, de hallak, mert rajtam van a füles, hogyha nem baj. Hát, hogy a top 60 nem miért nem mennek feljebb? Hát, nézd, most nem akarom, tehát tényleg nem az én tisztem kielemezni a Budapest 5-ot. De az mindenképp tény, hogy a cserélgetés az nem segít, és az, hogy azt is tudni kell, hogy vannak limitációi a játékosoknak. Tehát van, amikor el fognak érni egy toppot, aminél nagyon nehéz lesz tovább görgetni a csapatot. Azért, mert egyszerűen olyan típusú játékosok vannak benne. És aztán én most mondom, ez hát, mindig, tehát a top 60 az még mindig egy kurva jó pozíció ahhoz képest, hogy mik voltak eddig, mert nem volt semmi eddig. Ezt most nyilván így leegyszerűsítve van, gyermek, de ezt nyilván én úgy értem, meg úgy értettek Odi is, úgy értettük, hogy most, hogyha látod azt, hogy ebben a játékban jó lennél, de bele kell fektetned napi 8-10 órát, hogy megérje, és kapsz mondjuk X összeget, akkor azt látod, hogy mondjuk, ha mondjuk fele annyi időt fektetsz egy másik dologba, és akkor a háromszorosát kapod, akkor az a dolog jobban megérte, és ezt átlátják ezek az emberek, ennyi. Ez az egyik, a másik meg, hogy ugye nem mindenhol van olyan stabil, mit tudom én, ja, igen, az a másik. Hálod, de családi háttér, hogy azt mondják a gyereknek, hogy jó, mindegy, akkor most 2 évig szórakozz az egyetem mellett, és akkor játszál, és akkor meglátjuk, mi lesz belőle. Szóval kevés család van szerintem Magyarországon, aki erre buzdítja a gyereket, hogy egyetem helyett, vagy bármilyen hasznos dolog helyett inkább legyen e-sportoló, egy kicsit nézze meg, hogy mit tud kihozni belőle. És az a baj, hogy nem is egy-két év kéne. Tehát például a Csébe szerintem azért egy 2-3 év, mire az ember beéri, hogyha nem tényleg Isten a tehetség. És aztán kérdés, hogy igen, hogy ez mennyire tartható anyagilag. Mondjuk valószínűleg ez később jobb lesz amúgy. Mármint, hogyha valaki esetleg le is futott meg utána, és mit tudom én, utána abba hagyja, akkor most már több lehetősége lesz esetleg bármi más csinálni idősebb korára, ugye? És ezt most nem miattad mondtam. De nem. De. De ez, is ez is egy dolog, ugye, hogy mondjuk nyomod X évig, és akkor utána mit csinálsz? Mert például ilyenekre is gondolnak ezek az emberek, akiket mondtam. Hát igen. Bár én azt vettem észre, hogy az emberek nagy része, aki Csében, vagy hát főleg Csében jól szerepel, jó, mondjuk ez se teljesen igaz. De az emberek nagy része azért nem teljesen hülye. Tehát ő tud, fog nem, tudni nem. Magával mit kezdeni a Csén kívül is.
Ez persze nem mindenkire igaz, mert vannak olyan játékosok, akik nem az eszükről híresek, hanem egyszerűen csak mechanikusan annyira ügyesek, hogy egyszerűen kihagyhatatlanok bizonyos csapatokból, de nekik meg valószínűleg ez lassan fog el, hogy mondjam, erodálódni ez a skill, úgyhogy sokáig tudják csinálni. Hát 19-20 éves korára simán lehet érett játékos valaki. Hát most 16, 15, sőt, van, aki 10 éves korában már játszik. Tehát az azt jelenti, hogy addigra már 10 év játékos tapasztalata van. Az a vicc, hogy én a izét, mikor kezdtem, 20 évesen kezdtem el csézni, basszus. Tehát 16 évesen elkezdek csézni, amikor még mondjuk a reflexeim teljesen máshol vannak, amikor még az agyam teljesen máshol van, teljesen másképp tudja az ember felfogni a dolgokat, megtanulni a dolgokat, szerintem fiatalon sokkal-sokkal gyorsabban tanul az ember. Ja. Mondjuk én még most is 10 éve fiatalnak érzem magam, de... Azért akkor sokkal lassabb volt minden, az biztos. Na, igaza van Kodinek, de én azt mondom, inkább úgy mondanám, hogy akkoriban azért még lassabb volt minden. Szóval a fiatalabb is voltál, és se tudtál olyan gyorsan haladni, mint most. Mármint ezt mire értem? Hát, ugye az akkori fiatalok lassabban tudtak fejlődni, mint a mostani fiatalok, így értem. Ja, az meg a másik, igen, mert ugye... Tehát, hogy hiába voltál te mondjuk, hogyha mondjuk 14 évesen kezdted volna el, akkor lehet, hogy... Tehát, hogy mondjam ezt, mindegy, mondom csak úgy, aztán majd Max megsértőd. De hogyha akkor fiatalban kezdted volna, lehet, hogy ügyesebb lennél most. Viszont, hogyha most lettél volna fiatal egy 10 évvel ezelőtt, akkor meg még sokkal ügyesebb lennél. Nem tudom, hogy ez így értető voltam. Értem, igen, ez simán, ez igen. Hát ja, ez igen, ez is igen. Mondtam, nem? Nem ezt mondtam? Ja, de lehet, ja. Hát sokkal több, igen, az is, igen, sokkal jobb a YouTube tutorial. Igen, sokkal több lehetőség van arra, hogy fejlődj. Akkoriban így, nem tudom, így fórumozgattál, meg játszottál, így egy olyan volt, mint hogyha így nem lett volna a többiek tudása nálad, csak így egyedül próbáltad így felfedezni a dolgokat. Most megérted, így nem tudom. Az egész internetnek a tudása így ott van, hogyha használod. Meg így mindenkinek coach van, meg játékos edző, meg mit tudom. Jó, mondjuk ez is igaz amúgy, hogy bizonyos dolgokat meg lehet, hogy idősebben azért könnyebben megtanulsz. Stratégiákat lehet, hogy jobban látja át Kodi. Hát nekem ugye az volt, tehát a szerencsés pozícióm nekem abban volt, igen, hogy mivel kicsit idősebb voltam, ezért a csapat összetartása jobban ment. És így nem... Kevesebb volt. Tehát, hogy mondjam, kicsit azért rendszerezettebben csináltuk. Meg lehet, hogy egy kicsit lassabban vesztettem el a motivációmat pont ezért. Mert lehet, hogy fiatalon azért kicsit idegbetegebb lettem volna. Igen, azt mondtad, Kodi, hogy te már törtél dolgokat ott azon a műsoron, én hallottam ám. Igen, igen. De miért? Mert ideges voltam. De ugye, amikor játszol, akkor egy csomó feszültség van benned, főleg, hogyha nem sikerül valami. És akkor azt valahogy le kéne vezetni. Hát ezt ki kell verni. Én az asztalt vertem. De volt, hogy vérfoci miatt is, tehát az, ja. Az hogy fejlegesített. Hát ja, amúgy az más, igen. Én szerintem ezért lennének jók. Az a baj, hogy nyilván ilyen nem lesz Magyarországon jó sokáig, de ezért lettek volna jók, hogyha úgy, mint a... Most nyilván egyébként lehet, hogy lesz, mert például mondjuk a FIFA-ba beleszálltak ugye a foci csapatok, de azért jók az ilyen klubok, mert úgymond akkor, hogyha egy klub, úgymond egy klubban van benne egy játékos, vagy a csapatok, mint játékosok, akkor ott nagyobb az összetartás, meg nagyobb a fegyelem is. Csak hát ez sok pénz. Meg hát ki tudja, hogy akarnak ilyet. Most az, hogy FIFA-ból ott vannak játékosaik, nem tudom, a FIFA az azért mondjuk annyira nem rossz szinten van, de most a FIFA-t ki akarja. Ki akar a FIFA-ról beszélni, Max Effeldi, nem? Ő is inkább az igazi focit nézi.
Mi? Vérfocit? Nyomtam már Kodő a vérfocit, csak ő állandóan dupla izét dobott, 8 csillagot, én meg 2 kaponyát. A paknyitás, na az. De tényleg, most Kodő, hogyha lenne, mit tudom én, azt mondod, hogy na, nem foci csapatnak mondjuk, de mit tudom én, most nyilván foci csapatot mondunk, de mit, most mondjuk a Fradinak, meg mit tudom én, az izének, mondjam már csapatokat. A Honvédnak lenne csapata, meg vagy lennek játékosaik, ami ott vannak a csapatok, akkor nyilván más érted, mert azt mondod, hogy na, az a munkát fölkelsz, érted, bemész a klubba, hát mondjuk Csébe. Bemész ott a klubba, érted, ott vannak a játékosok, ott vannak az edzők, vagy mit tudom én, akkor az úgy más az összetartás. Meg más a fegyelem, hogyha ott azt mondják, hogy na jó van. Igazából az is baj, hogyha van egy ilyen csapat, ugye, hogy ezek full önkéntesek az egész. És azért is van ez a cserélgetés. Én ezt így látom most itt kívülről, mert most érted, azt mondjuk Kodi, hogy na csinálunk egy csapatot, és akkor hívunk 3 embert, akkor nincs az, hogy na mondjuk ez a csapata izé Kolbász Gézájé, és akkor azt mondja, hogy na bazd meg Kodi, hogyha nem játszol, akkor ki vagy baszva, azt hozunk mást. Hogyha te nem vagy jó. Hanem az van, hogy itt vagyunk 4-en, azt akkor hát Kodi helyett kérem más, na jó van Kodi, szia. Hát ja. Ja, de az, amit... Tehát ezért van a cserégetés is, mert nincs annyi fegyelem, meg úgy vannak vele, hogy tök mindegy, mert magunknak csináljuk, de hogyha lenne valaki fölötte, mögötte, akkor ők azt mondják, hogy na már pedig ez van, érted, kapod a pénzt, játszál jó. Azt a szarakó, hát ez van. Érted, nincs mögötte az a menedzselés, meg ez az egész. Hogy... Ja, csak ez nagyon nehéz valahogy jól összehozni. Hát ezt mondom, hogy ezért lenne jó, hogyha egy ilyen, úgymond egy klub mögötte állna, mert akkor igen, az van, hogy... Igen, de nem hiszem, hogy az jól működni. Tehát igen? Ugye hát a Dotában ugye próbálták ezt a Dokler Mirmidons. Á, jó, hát a Dotában van elég játékos. Igazából bármi, semmiben nincs, csak kérdeztem. Mert ez akkor működik, hogyha van elég játékos, vagy külföldről tudsz ide hozni, mert akkor azt mondod, hogy na, megveszük ezt, vagy jöjjön az, azt akkor ez a csapatunk. Az, hogyha van egy tartalék, és akkor azt mondod, hogy na jó, van, ti így játszotok, hogyha nem jó az a játékos, akkor na hát játsszál jobban, vagy le lesz-e cserélve. Akkor nincs, hát az, hogy, nincs az, hogy izé, mondjuk az a baj, hogy esportban ez nehezebben megy, mert ugye sokkal kötöttebb, meg kisebb csapatok vannak, mint egy rendes sportban, hogy... Igen, meg... Nem tudom, nem hiszem, hogy az edző általában jobban látja azt, hogy mit folyik a csapaton belül, vagy mi a helyzet a csapat kémiával, mint maguk a játékosok. Na jó, de... És akkor szerinted, hogy működik? Hogy működik ott? Akkor mondják, hogy nem működik a kémia, le kéne cserélni a Bélát. Hát figyelj, én beszélgettem ugye Fox-szal, ő mesélte azt, hogy azért annak is megvan a hátránya, hogyha, hogy mondjam így, kvázi egy olyan posztba kényszerítenek, ahol te nem biztos, hogy annyira, hogy mondjam, kényelmesen mozogsz. És ugye, amit te vázolsz fel, az úgy működne, hogy az edző megmondja, hogy gyerekek, ez a taktika, ezt fogjátok csinálni. Na jó, de amúgy ez igaz. Akkor szar az edző. De nem kötelezően hogy mondjam, tehát nem tudom, hogy ez a rendes sportokban, vagy a hagyományos sportokban hogy működik, de valahogy Csében ezt rohadt nehéz kívülről irányítani. Tehát inkább arra jó az edző, hogy egy csomó mindent előre dolgozik, kielemzi az ellenfeleket, meg egy csomó dologban támogatja magát a csapatot, de hogyha a csapat nem maga termeli ki, vagy nem a csapatban van magában az irányító, akkor szerintem úgy nem fog, hát ez konkrétan nem fog tudni működni. Tehát a csapatnak kell lennie egy kémiájának, meg kell egy jó irányító, vagy egy olyan összhang a csapaton belül, hogy jól működjenek. És hogyha ezt kívülről próbálod ráerőlt, ez a probléma különben a pénzes dologgal is, tehát ez az, ami miatt egy kicsit úgy érzem, hogy az se fogja megoldani a dolgokat, hogyha hirtelen bejönnek izé nagy befektetők, na most akkor csinálunk egy honvéd csapatot, és mit tudom én, mert ha nincsen meg az emberekben az, hogy ő az meg nyerni akar, és mindenáron nyerni akar, és nem érdekli se a pénzt. Mert érted, mi annak idején úgy játszottunk, nem kaptunk érte se pénzt. Nem, hát jó, de akkor az más világ. Nyeremény volt. Se volt igazán. Azért játszottam, mert élvezted aztán. Igen, azért játszottam, mert élveztem, és azért játszottam, mert meg akartam mutatni, hogy én most jobb leszek, mint a többiek. És volt. Na jó, hát ilyenek most is vannak, csak vannak, akik viszont ezerszer jobbak, mert ők meg is akarják hát nyerni ezt a minimális lófasz pénzt. De addig, amíg így magától valaki nem
ad fel mindent, hogy ő majd ezt csinálja, és leszarja, tehát tényleg totál jólóba belemegy, addig szerintem nem nagyon lesz az, hogy, tehát hogyha azon gondolkodsz, hogy mi lesz a jövődnek, stb., akkor valószínűleg nem nagyon lesz egy jó játékos, ha csak nem vagy rohadt tehetséges. Na mindegy. Ez egy nehéz dolog. Tehát szopás az egész. Szopás az biztos. Főleg most szopás, mert ugye most már annyian játszanak, hogy nagyon nehéz is kitűnni. És tehát mind a mellett, hogy van sokkal több alapanyag, meg tutorial, meg akármisoda, amiből dolgozhatsz, annyival többen játszanak, hogy sokkal nehezebb egyszerűen ebből a tömegből kiveregedni magad, és valahol felkerekedni rajta. Akit nem, én nem mondanám ezt, nem hiszem, hogy van erre statisztika, hogy jobban ment a csapatoknak akkor, amikor ott volt mögött az in-game leader. Ha meg igen, akkor meg azért, mert használták a coach bugot. Tehát azért egy csomó minden az ilyen online verseny, vagy ilyen az offline versenyeken azért azon múlik, hogy hogyan tudod kezelni azt az adott szituációt, és azért a sportszerűség az messze van onnan, hogy tehát ott a csapatok mindent kihasználnak, amit csak tudnak általában. Kihasználják azt, hogyha, mit tudom én, az ellenfél szemébe süt a reflektor, kihasználják azt, hogyha a coachok tudnak valami plusz infót szerezni, azt is kihasználják, hogy a tömeg mit súg nekik. Ugye konkrétan volt olyan, hogy a Virtus Pro-nak kvázi a közönség segített, hogy mit csináljam. Én nem vágom majd csébe, hogy vannak, én már rég néztem csét. A másik meg különben elméletileg az volt, hogy csak a timeoutban beszélheted, de hát mondom, egy csomó minden bugot kihasználtak, mint kiderült, valami 36 edzőt tiltottak el. Ez az egyik, a másik meg, hogy azért sem nagyon lehet összehasonlítani, mert akkor ugye mindenkinek volt coacha, tehát nem nagyon lehet azt mondani, hogy akkor jobban teljesített valaki, mert a feltételek ugyanazok maradtak mindenkinél. Az más, hogy igen, hogy sok csapat aztán támaszkodott erre az információ túlságosan, és akkor meg azok a csapatok kerülnek előnybe, akik maguktól is jó in-game leaderrel rendelkeznek, és nem nincs szükségük külső támogatásra. De általánosságban nem lehet azt mondani, hogy akkor hogy könnyebb játszani, egyszerűen csak más. Van, akinek könnyebb, van, akinek nehezebb. Én akkor néztem még, amikor a fanatikusok Olofmeister boostoltak. Hú, az sem a volt. Akkor, mármint, hogy akkor néztem így aktívabban. Ja. Hát akkor különben hát menőizék volt. Akkor szerintem menőbb volt, mint most sokkal, nem? Hát persze. Hát akkor volt kb. A csúcson. Meg hát ugye előtte StarCraftot, az volt az igazi. Szerintem az olyan nem lesz többet, és nem is, olyan nem is volt StarCraft az nagyon azóta, kemény. És nem is lesz. Vagy nem tudom, mennyire nézted, vagy követted azt. Én nem nagyon, én a StarCraftból annyit tudok, hogy amikor ugye kint voltunk a WCG-ken, akkor mindig ott megnéztük a WCG döntőket, és a StarCraftosok, basszus, azok, úristen, de azok nem emberek. Hát ja. Hát volt olyan erre, amikor az, így konkrétan az volt a cucc. Hát Koreában végig az volt a cucc, konkrétan volt. Hát már mikor 2001-ben, amikor először ott voltunk, már akkor voltak tévécsatornák, akik csak StarCraftot adtak. Egész. Hát a Twitch-en is volt, amikor az volt a Twitch, hogy a versenyekben, hogy StarCraft. Ja. Nyomtuk, vagy néztük is. Sőt, nekünk még volt ilyen előfizetésünk is. Mi a tököm az? Milyen tévé? Gom tévé? GOM TV, azt hiszem. Ott nyomták a koreai ligát, a Code S meg a Code A izéket, 1v1-eket. Na az. Nem, ez a GOM TV volt. Simán lehet, hogy a StarCraft mindig nagyot megy Koreába, nem tudom mi a helyzet most ott. Ugye ők FPS-ben nem annyira jó, bár izé az PUBG az ott ugye erős. Mert hát izé LOL azért megy. A LOL-t azt tolják még, nem? De mi vágom. De most már az ázsiaiak is jönnek vissza, hogy jönnek FPS-be kicsit, nem? Vagy már nem, majd nincsen FPS-be csapatuk? Már nem a koreaiaknak, hanem úgy ázsiaiaknak.
Valami volt, Ében, nem? Ében nem nagyon van ázsiai csapat. Kutyaszarok. Valolandba kemények. Valolandban vannak. Parásoscsi. Valolandban vannak ázsiai csapatok. De a blizzardos játékok, meg a varázsló játékokban, ugye azok bajomnak csak. Igen, a régi e-sport jobb volt. Most meg ilyen Fortnite, meg Warzone, meg ilyen szarok vannak. Varázslócsé, láthatod, hogy még mi is PUBG-ztünk. Hát még a PUBG az még talán elmegy amúgy. Jó volt a PUBG. Szerintem. Én a Fortnite-ot nem nagyon értem, hogy az... Ott belenéztem egy-két ilyen... A versenybe? Versenybe? Hát az... Hát amúgy kemény, egyébként kemény, de hát nem tudom, ez ilyen kemény. Építős játék inkább, mint bármi más. Tehát az nem FPS, az nem egy, tehát az, az olyan nagyon, nagyon más dolog. Hát e-sport szinten os, meg a Warzone az olyan, mint az Apex. Az inkább ilyen szórakoztató játék, ilyen kanapi játék. De egyébként ezt abból is meg lehet mondani, hogy az Activision csinálta, mert ők csak ilyeneket csinálnak. A Diablo 3 is egy ilyen játék volt. Már attól függ, volt, hogy mit értesz skill alatt. Mit értesz skill alatt? Hogyan kell lőni? Hát ott nem az a lényeg, hogy hogyan kell lőni Fortnite-ban. Ott az a lényeg, hogy hogyan kell építkezni. Az, hogy aztán... Hát a... Ja, értem, hát a PUBG-hez hasonlítva értem, ja, jó, ez jogos, persze. Igen. Na jó, de ezt lehetne, nem tudom, PUBG-ból, hogy lehetne optimizálni ezt az egészet, én le is szarom inkább. Még nem biztos, hogy kellene szerintem a PUBG-t, én nem értem, tehát jó, értem, hogy miért ez van, ami van, de én a PUBG-t azt egy szóló játéknak tudnám igazán jól elképzelni, ahova tényleg bárki nevezhet, bárki nyerhet, és 100 ember harcoljon. De abban szerintem lehetnének jó sztorik, tehát hogy azt lehetne jól csinálni. De ezek a izék, hogy a 4v4-es izé, csapat rotation, meg akármicsoda, szerintem ez annyira nem. Úgy lehet, ja. Én nekem ez annyira nem jön be. Nincsen baj a szólóval, Dávid, de annyi van, hogy nyilván az ilyen csapat megmozdulások azok több embert vonzanak. Nyilván élvezetesebb játszani haveroddal, meg élvezetesebb nézni, hogyha több embernek szurkolsz. Igen. Valószínűleg amúgy a StarCraftnak is ez egy kicsit ilyen izéje. Meg az is, hogy hát ugye nehéz követni, hogyha nem vágod meg. Ja, meg alapvetően ja, túl gyors a... Nem is azt mondom, Szikő, hogy mindenkinek ez... Bár szerintem a StarCraftot mindig jó nézni. Attól függetlenül, hogy nem nézem már. Tehát megvan ennek a négyes squados dolognak is a maga feelingje, de szerintem, hogyha arra építenék fel, mint ahogy különben átmegy, mit tudom én. Inkább nem okoskodok. Ez csak az én véleményem. Ja, akkor úgy mondom, rosszul fejeztem ki. Úgy mondom, hogy annyira nem fogja meg az embert, hogyha látja, hogy mi történik se. StarCraft. Nem. Ha legalábbis a mai embereket. A mai embereknek olyan kell, mint a Warzone. Leülsz, azt akkor fölrobbantod a pályát, csúszkálsz, ugrálsz, futkozó össze-vissza, két óráig van 20 killed, meg föléledsz, meg izét, lehívod az atomcsapást, ilyenek kell nekem úgy már. Hát mondom, Sziki, tökre értem. Ez csak ezt mondom, hogy nem is a... Mi? Warzone nem nézik? Hát ne viccelj, mert megnézem, hogy most mi van. Tessék, a harmadik legnézettebb most a Twitch-en. Per pillanat. Többen nézik a Warzone-t, mint a LoL-t.
per pillanat. Vannak konkrétan magyar izék, Warzone streamerek is vannak. Több. Warzone, te próbáltad egyáltalán, Konti? Hát, mi nyomtuk, poén amúgy, de ez ilyen pár órás kikapcsolódás szerintem is ennyi. Tehát nem az a, hogy... Szerintem a Warzone nem egy olyan játék, hogy na, akkor azt minden nap így tolod és így élvezed. Amint egy ideig belefásulsz. Hát, mondom, az a játék, ami... Ez olyan embereknek csinálták, akik hazamennek, és akkor a munka után leülök a izél, és akkor játszok egy 2 órát, amennyim van, érted? És akkor utána, mit tudom én, vacsorázok, benyomok egy filmet, aztán alszok. De szerintem az Apex is ilyen, meg az ilyen, ez ilyen ezek az amerikai asiábi játékok, ahol ez így pörgeted, azt akkor nincs ide a játékra, csak így pár órá, azt akkor ennyi, így repkednek a számok, fölrobbantod a pályát, csúszkálsz, futsz, átrepülöd, meg minden, lehívod az atomot. Hát na jó, de ezért mondom, hogy szerintem ezért élevezik Csiró, mert leszarod, csak így mész, csúszol, lősz, meghalsz, bazdmeg, ott a gulág, azt is megnyered, visszajössz, utána megint meghalsz, főszednek a társaid. Így ezt mondom, ez van. Az R6-ról? Nekem vagy Kodinak? Szerintem jó az R6, csak az R6 az nagyon ilyen... Az R6 az olyan, mint hogyha... Nem tudom, hogy mondjam. Nem olyan, mint hogyha mobát játszanál FPS-be, mert hát nem mobázol, de... Tehát nyilván, hogy képességeid vannak... Azzal az a baj, hogy szerintem kevésbé átlátható, mint egy LOL, vagy egy MOBA játék. Mert nem fölülnézetben vagy, de mondjuk, mondjuk ott... azért nem jó embert kérdeztek, mert annyira nem nézek közvetítésre, meg semmit R6-ból. De nyilván ott is vannak ezek a dolgok, hogy fölülről mutatják, meg ott vannak szerintem olyan kamera is, ami kimondottan így a több szintet mutat, meg a falon át, meg a mit tudom én mutatja a dolgokat. De ahhoz azért vágnod kell a karaktereket, nem? Melyiknek milyen képessége van, ez miért, ennek mi értelme van, hogy ott fölhúzódott egy falat, vagy hogy ott van egy ilyen speckó tárgya valamelyik karakternek. De amúgy jó az R6, csak szerintem ez a baja. Én élem az R6-ot, nekem tetszik, csak meg kéne tanulni. Az a baj, hogy kellene belerakni. Hát ezt mondom, hogy szerintem ez a baja. És ezért jók ezek a játékok, mint a Warzone, mert ott nem kell semmi. Kapsz egy fegyvert, azt akkor mész, csúszol, lősz. Sprinterés közben csinálsz mindent, főhilleled magad. Amint ezzel nincs baj, mert szerintem jobb az R6, csak azok az emberek játsszák igazán a játékot, akik pörgetik, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nem? Ja, de én... Az a nagyobb játékos bázis, akik ezt szeretik, tehát ezek a úgymond a kazuálabb rétegnek szól a Warzone. Hát ja. Például. És ezért több ember érdekel, vagy nem tudom, így az mondanám. Az a vicc, hogy most így egyre elfogadottabb lesz a számítógépezés, meg az e-sport, meg mit tudom én, és minden mellett ugye egyre kisebb réteg lesz az, aki tényleg e-sporttal, vagy tényleg e-sport játékokkal játszik. Tehát a szubkultúrán belüli szubkultúra lesz az e-sport, mert ugye legtöbben mobillal játszanak, aztán kicsit annál kevesebben azok meg casualek, és aztán akik a legkevesebben vannak, azok, akik mondjuk e-sport játékokkal játszanak, vagy e-sport szinten akarnak játszani, az meg még kevesebb. Hát ja, a telefonos e-sport, Kodi, az a van most, telefonos e-sport. Azaz. Nem kerestél még valami telefonos e-sportot? Nem. Hát én nem. Ezt nem nekem való. Nem is tudsz semmit telefonon? Rotyin vagy éjszaka, vagy utazás közben? Mondjuk biciklizésokat. Nem tudsz. Podcastet hallgatok telefonon. Ez egyetlen dolog, amit csinálok. Ja, vágom, Stubi, hát ezt mondom én is, hogy azért ezek a játékok a menőbbek. Sajnos. Mi volt az a játék, ahol ilyen, nem is tudom, mi volt az. Clash Royale.
De, de azt írt a Sicario, igen. Clash Royale. De szerintem ez azért van Reborn, hogy nem feltétlen, mert azért szerintem a például most a Twitch-et mondom, de nyilván a streamerek nagy mértékben meghatározzák azt hogy mivel játszanak az emberek. Legalábbis a nézők. És egyébként ez még úgy is igaz, hogyha mondjuk egy nagyobb streamer játszik valamivel, akkor még egy másik streamernek is nagyobb az esélye, hogy azzal a játékkal fog játszani. És ugye azoknak a nézői is azzal a játékkal fognak játszani, szerintem ez így generálja. És ezért van az, hogy egy csomó játék például így futott be, vagy így fut be. A PUBG-n is nagyon dobtak a streamerek. Igen. Tarkovon meg csak a streamerek dobtak szerintem. Én nem vágom a Scavengers, azt Sicario tolta. Én nem éreztem át. Mármint látásból. Jó, de most az mindegy, hogy e-sport-e vagy nem. Mármint olyan szempontból, hogy ettől függetlenül az e-sportra is igaz. Szerintem. Hogyha több e-sportot közvetítenének streamerek, akkor több e-sport játékos is lenne. Talán. De ilyen kamu e-sportok vannak, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát a Twitch Rivals, meg ezek a ezek kamu e-sportok, vagy nem tudom, hogy mondjam. A kamu tehát azokban a játékban csinálnak e-sportot, ami nem e-sport, csak így azt játsszák az emberek. Mint például, hát most, mit mondjak, szerintem a Warzone az full ilyen. A PUBG is szar e-sport, de az még ezek közül szerintem a legokésabb, nem? Itt mondta Sicario, hogy a Fortnite is azért, de hát nem tudom, szerintem a PUBG meg ezek közül a legokésebb, de az is szar. E-sportnak. Az más kérdés, hogy bármiből lehet csinálni nyilván, hogyha játsszák és versenyeznek. Igen, Fall Guys, tessék, Fall Guys e-sport, Cody. Fall Guys, az. Adod? Mehet? Ott, Ali. Újra megveszed? Hányszor adtad vissza? Kétszer. Ez egy fos, az úgy szar, ahogy van. Az egyszer lehet játszani, és aztán... Ez a Cody véleménye. Na, de ezt mondom szépen, hogy abból csinálnak e-sportot, amit az emberek néznek, és ezért is generálja oda-vissza egy kicsit. Kicsit, nagyon. Péket különben még jó nézni. Múltkor volt a Rézinek egy meccse. De a Quake-et az marha jó nézni. Nem mintha nézném, de amúgy marha jó. Én a sakkot is élem. Your skill. Ott aztán kell tudni, mit csinál az ember. Csak hát az sem nagyon érdekes senkit, sajnos. Igen. Szerintem pont azért, mert kevés benne a... Tehát az tényleg annyira skillre megy, hogy... Hát persze, mert a casualok lófasz benne, a casualok faszlámák benne. Semmi RNG. Igen. Igen, az a másik, hogy ott aki jobb nálad, az földbe dengel, és akkor elmegy a kedved az élettől is, amúgy a játéktól. Bani hobbanóság. Ja, hát GTA RP az nagyon megy még mindig, most is, 769 000, nagyon sok. Bár én nem érzem át az RP-t, én nem nyomnék. Ha nyomnék, akkor nem, én úgy érzem, hogy ha nyomnék, akkor ilyen, túlságosan bele kéne magam ásni, úgy érzem. Akkor itt ilyen szöveget, meg kéne írni a szövegeimet, meg azt, hogy konkrétan színészkedni kéne. Ilyen casual RP, ez nekem nem lenne kedvem.
Hát én néztem CTRP-zni, nem tűnik nehéznek. Mondjuk ő kukás volt. Ja. Hát én nekem is ezt kéne. Nem megyek kukázni. Két jelentben. Ez érdekes lehet. És még sosem néztem RP-t. Hát most nyilván nem arra gondoltam, hogy izé, hogy úgy olyan szövegeknek minden, de most az, hogy csak úgy, na belépek, azt akkor, na most itt RP-zgetek egy kicsit, azt ennyi, hát az úgy, most érted, az milyen már. Akkor legalább, hogyha már egyszer csinálnám, akkor kitalálnék valami egy szereplős történetet, érted? Na jó, de most egy, ne, hát jó, egy alkalomra lehetne RP-zni, de hát akkor is kéne találni valamit. Meg kitalálni valamit, hát az olyan, hogy most érted, egy alkalomra hogy mit találsz ki? Mit csinálsz? Hogy milyen karakter lennél? Na, annyira nem vágom az RP-t. Akkor lennél kukás, mint C. Én nyomnám, hát érted, az semmi különös. Elmész, kukázol, nem tudom, este elmész, nem tudom, biciklizni haverokkal, vagy nem tudom, mit csináltak ők. Megisztok pár sört a izében. Legyen már egy hat. Bárban. Lehet, hogy az... Különben ebben tökre lenne valami, tehát hogyha valami... Hát lehetne komolyabb... jókat kitalálni, csak igen, nem tudom, azt kell hozzá. Lehetne jó sztorit. Hát ezért mondom, hogy ahhoz ki kéne találni valami sztorit. Ja. Na hát jó, Takács az is, de hát most igen. Régen ugye beszélgettük hülyeségeket Csabival, hogy mit tudom én, lehetnénk ugye temetkedési vállalkozók, és akkor ugye temetés, levezetnénk a temetést, nem tudom én. Ki lehet itt kitalálni dolgokat, csak most érted. Ez olyan, hogy csomó mindenki tényleg azt csinálja, hogy úgy RP-zik, van, aki úgy RP-zik, hogy van egy szerepe, és akkor fölmegy, és akkor nyomja a szerepét. Az úgy még jó, de nem tudom. Nekem az meg annyira nem. A komolyabb RP, meg ott meg gondolom megírod, azt, meg, tehát konkrétan sztorikat lehet megírni. Mint hogyha egy sorozatot csinálnál. Egy film sorozatot csinálnál a karakterednek. Akkor megírod a sztorit. Azt nem tudom. Még ez jó pofa lenne. Én nekem ez lenne kedvem. Egy jó sztorit megírni. Na de hát azt meg tudod, csak hát ugye, hát meg tudod írni, vagy megtudod. Kellett, csak ez egy óriási nagy szervezést igényel, mert ugye egy csomó embert be kell szervezni, egy hát csomó ja, embernek kell feladatot adni, hogy mit hogy csináljon, meg akkor, és aztán azt el is kell játszani, hogy jól működjön, az is kell, hogy ne trollkodják szét a szervert a többiek. Nem tudom, jó, hogy hát attól függ, hogy attól függ, hogy mennyire komoly sztorit írsz, de ja. Most, hogyha megírod, hogy a te karaktered, érted, mondjuk hallottam ilyeneket, hogy valaki nyomta ezt, hogy mint a Batmanbe, érted, hogy meghaltak a szülei, és akkor izé, hogy mit tudom én, a sikátorban lelőtték őket, és akkor hogy ő most az igazságosztó, tehát nem tudom, tehát azért ki lehet itt találni dolgokat, hogy érted, most mit csinálsz. De jó, olyan komolyabbat is, amiben több embert is bevonsz, meg akármi. Vagy hogy mondjuk mentős akarsz lenni, és akkor izé, nem tudom, meghaltak a szüleid, vagy tudjatok. Hát ja, sok mindent ki lehet találni. Csak hát tényleg ez sok meló azért. Ezért mondtam, hogyha meg így nyomnék, akkor én egy alkalmasat. Mert annyit meg azért nem, annyira nem para kitalálni talán. Ilyen mentős lennék, de sorozatgyilkos. Ja, hogy csinálnád magadnak a... De akkor már inkább valami izé hullaházas, nem? Vagy valami temetkezési vállalkozó mellette, és akkor ugye termeld a munkát. Hogy oldod meg, hogy bent ülsz a izében a mentő, vagy kimész, megölsz valakit, gyorsan betelefonálsz, és aztán visszaspurizol a mentőállomásra,
bepattansz a mentőbe, és kimész az áldozathoz? Hát, vagy csak nem is gyilkos lenne, csak így meglőni, megsebesíteni az embereket, majd kimenne értük. És meggyógyítaná őket. Ó, most már rendben van, minden rendben van. Értem. Hát jó, de... Nem tudom. Ez kicsit... Nyilván értem, hogy miért nincs, de hát nem tudom. És nyilván jönnének azok az emberek, akik lelőnék az egész szervert, meg ilyenek, de... Hát jó, de ez nyilván azért is van, mert gondolom, hát most ezt nehéz ezt így megmondani, mert ez az a baj, hogy nyilván random emberek vannak, most hogyha mindenki bérgyilkos lenne, akkor nem lennenek emberek a szerveren, meg most akkor mindenki meghalna folyamatosan. De nyilván, hogyha így ilyenek lehetnének, akkor poén lenne, hogyha tényleg ezt csinálnád. Mert most hát nem tudom, most nem azt mondom, hogy benne van a valóságban, de valószínűleg benne van a valóságban is, hogy jön egy sorozatgyilkos, az meghal valaki, vagy nem tudom. De mi, meg... egy RP-szerben mi van külön, hogyha megölnek, akkor mi történik? Nem semmi tudom. Feléletsz, nem? Azt mész tovább. Hát nem tudom, hogy van ez megoldva. Ott van. Hát, ja. Na jó, ez a baj, Zeus. Most nyilván, de ki a tököm akar, mondjuk, nem tudom. Még azt mondom, hogy fodrász, meg az ilyen-olyan munkákat, azt mondom, még egy, lehet, hogy csinálgatják, de egy csomó normális, szükséges munkát biztos nem RP-znek az emberek. Vagy nagyon limitálva vannak, mármint úgy limitálva, hogy hát, kevesen csinálják, és akkor úgy többnyire üzé van belőle. Hiány. Benzinkutas. Igen, rengetegen nyomják. Na, látszik, hogy te jobban vágod, Tarsin.